Az Azura Technologies egy olyan mesterséges intelligenciával foglalkozó cég, amelynek alapítói közül többen az Óbudai Egyetemen végeztek. Nem véletlen, hogy a felsőoktatási intézmény most olyan együttműködési megállapodást kötött a céggel, amelynek innovatív megoldásait az egyetemi képzésben is hasznosítani tudják. Az Óbudai Egyetemnek több karán folyik olyan képzés, amiben a mesterséges intelligencia központi szerepet kap. Most kimondottan a Neumann János Informatika Kar oktatásáról hadd egy csak egy pár szót. Tehát amikor a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, gépi intelligencia témakörről beszélgettünk, akkor nagyon fontos, hogy nem csupán az informatikai eszközöket mutassuk be, lásd szoftver elemeket, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy egyébként ez néhány lépés után olyan alkalmazás kidolgozásához és bevezetéséhez vezet, amivel ki lehet lépni a piacra. Nagyon jó, hogy nem csak nekünk kell ezt tanítanunk, hanem egyébként a nálunk végzett hallgatók, akik az Azuránál dolgoznak, ők konkrétan meg tudják mondani azt, hogy milyen eszközrendszerrel, milyen eszközökkel az adott célhoz kell hozzányúlni. A Nix 30 éves múlttal rendelkezik az IT területén. A szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég szintén bekapcsolódik a jövő szakembereinek képzésébe. Ezeknek az egyetem szellemi háttérbázisa Székesfehérváron és nagyobb rész Budapesten ad majd támogatást. Azt az egyetemi tudást, amivel mi rendelkezünk, a vállalati partnerek kapcsolatrendszerével, lehetőségeivel ezekbe a házakba gyakorlatilag intenzíven, felfokozott módon tudjuk majd vinni. Az Óbudai Egyetem az Agrártudományi Kutatóintézettel is megerősítette az együttműködését. Az új közös projektek főként a mezőgazdaság területét érintik majd. A szakemberek olyan adatbázis kiépítésén dolgoznak, amely segít abban, hogy a klímaváltozás hatásait erősebben tűrő növényeket nemesítsék a jövőben. Egyes növényeknek a különböző tulajdonságait, tehát nem csak azt, hogy most mekkora levélfelület, vagy mekkora a gyökér, vagy akár, tehát nem csak ezeket tudjuk nézni, hanem arra leszünk képesek, hogy meghatározzuk azt, hogy ezek a növények hogyan reagálnak különböző környezeti hatásokra, és annak, hogy annak milyen élettani vonzata lesz a elkövetkezendőben, tehát amikor fellép egy stressz hatás, akkor utána hogyan változik meg a növénynek az élete, az élet folyamatai hogyan változnak meg. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon lényeges dolog, hogy ezeket az adatokat mi értelmezni tudjuk. Az Óbudai Egyetem legfőbb oktatás szervezési elve a kutatás, a fejlesztés és innováció, hangsúlyozta az egyetem oktatásáért felelős rektor helyettese. Ennek erősítésében segít majd az egyetem három új tudományos parkja. Az Óbudai Egyetem az egyetlen olyan egyetem az országban, amely három tudományos és innovációs park létrehozására és felépítésére kapott lehetőséget. Az egyetem élni is kíván ezzel a lehetőséggel, és a Neumann kar az egyik olyan kar, aki a három innovációs és tudományos park közül az egyik ilyen park létrehozásáért úgymond felelős és az ottani élettel való megtöltéséért is felelős. Székesfehérváron mechatronikai, Kaposváron okosipari, Zsámbékon pedig jövőipari tudományos parkot alakítanak ki. Az Óbudai Egyetem 7 karán egyébként már több mint 12 000 hallgató tanul, közülük sokan a gyakorlatorientált képzések és a gyakorlati helyszínek miatt jelentkeztek ebbe a felsőoktatási intézménybe.